Egy hatvárosra kiterjedő felmérés szerint nem csak a fővárosi, hanem a vidéki lakáspiac is növekedésnek indult az idei évben. Az ingatlanok eladási ára is emelkedett, főleg azért, mert az eladók nem nagyon engednek az árból, így a lakások többsége a meghirdetett összegért talál gazdára. A téglalakások olyan 160-180 ezer forint között vannak, a panel valamivel, de nem túl számottevően egy 10%-kal olcsóbbak. A családi házak iránt elég alacsony most a kereslet, tehát nem kifejezetten ez a piacnak a döntő része manapság. A tavalyihoz képest a családi házaknál is egy icipicit emelkedett a nézetméter ár, de azt nem éri el a 10%-ot sem igazából. Viszont az eladási árak azok a tavalyihoz képest egy 14-15%-kal magasabbak. Statisztikai adatokból kiderült, hogy 10-ből 4 vevő vásárol ingatlant befektetési és hosszú távú bérbeadási céllal. A lakás az egy örök érték, és mostani tendencia szerint, amit most megvett, az 10 év múlva valószínűleg sokkal többet fog érni, tehát jobban kamatozik, mint hogyha bankba vagy bárhol, milyen pénzintézetbe tenné be. Tehát befektetés. Akár magánemberként is egyet vett, de az, ha eladásra kerül a sor, azt el fogja tudni adni, és magasabb áron fogja tudni eladni, mint ahogy most megvette. Jelenleg az ingatlan keresők nagy részének elsődleges célja, hogy 9 millió forint alatt találjon új lakást. A nem befektetési céllal ingatlant vásárlók döntő többsége a fiatalabb korosztályhoz tartozik.